Egy milliárd gyermeket fenyeget a szélsőségesen magas légszennyezettség az ENSZ gyermek alapjának vizsgálata szerint. Az UNICEF pénteken nyilvánosságra hozott jelentése kimondja, bár a világ minden részén veszélyben vannak a gyermekek a légszennyezettségtől, de a Föld egyes részein ennek sokkal súlyosabb következményei vannak. A jelentésből kiderült, hogy 240 millió gyermek él olyan tengerparti településen, amelyet a vízszint emelkedése fenyeget. 330 millióan élnek folyók árterületén. Több mint 800 millió gyermek van kitéve ólomszennyezésnek és veszélyesen magas hőségnek. 1 milliárdan pedig súlyosan szennyezett levegőjű területen élnek. A világon 3-ból 1 gyermek olyan területen él, ahol ezek közül 4 káros hatás is egyszerre jelen van. Ugyanakkor a klímaváltozás miatt leginkább sújtott 33 ország a teljes széndioxid kibocsátás mindössze 9%-áért felel, miközben a 10 legnagyobb szennyező adja a teljes kibocsátás mintegy 70%-át.